párossával a rózsa. Jaj, de szépen mosolyognak le róla, bárcsak én is olyan rózsa lehetnék, kit szerettem, annak párja lehetnék. Kalocsáról kaptam egy szép levelet, rá van írva, hogy a babám nem szeret. Örülök, hogy kis angyalom elhagytál, hogy nálamnál a lábvalót találtál. Örülök, hogy kis angyalom elhagytál, hogy nálamnál a lábvalót találtál. Édes anyám, azt a száraz maringot, amelyet a szeretőm anyja adott, kösse össze, tegye vízbe a pohárba, a szeretőm esküvője napjára. Kösse össze, tegye vízbe a pohárba, a szeretőm esküvője napjára. Édes anyám sokat intett a jóra, hogy ne járjak délután a fonóba. Ráhallgattam egy csavargó szavára, görcs álljon a hátra fésült hajába. Ráhallgattam egy csavargó szavára, görcs álljon a hátra fésült hajába. Kikötöm a lovamat a csárda elejébe, lehajtom a fejem a barna babám ölébe, lehajtom a fejem a barna babám ölébe, hullajtom a könnyeim a rózsás kötényébe. Tisztelt jelenlévők! A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a Tokai család nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Az előző percekben Kis Dorka produkcióját hallhatták. Ma a 127 éve született Tokai Gábor egykori iskolaigazgatóról emlékezünk. Tisztelettel felkérem Varga Sándor urat, egyesületünk tiszteletbeli tagját, hogy tartsa meg emléktáblaavató beszédét. Nagyon tisztelt megjelentek. Próbáltam elképzelni ezeket a perceket, amikor egy szokatlan, kisé megkésett, de el nem késett emléktábla avatással jöttünk össze, egy olyan férfiúnak adózni, aki e falak között igazi emberséget mutatva egy nagyszerű pedagógusként generációkat engedett ki a kezei közül, és bizony még lehetséges, hogy az utolsó évfolyamok tagjai közül életben vannak. Egy olyan kort szeretnék röviden idézni, mielőtt megfogalmaznám a méltató gondolatokat, amelyben Tokai Gábor beleszületett és amelyben élt. Ennek a kornak jellegzetessége, hogy a magyar társadalomban még nagy volt az iskolázottsági hiányosság, sokan voltak analfabéták, és a ötösféle népoktatási törvény folyamatos kiteljesítése eredményeképpen a századfordulóra már kialakult iskola rendszere volt Magyarországnak, amelyet Klebersberg Kuno aztán tulajdonképpen a legmagasabb szintre emelt a kor akkori feltételei között. Ebben az iskolában a falak között olyan nagyszerű és igazán képzett tanítók működtek,
akik akkor a társadalomnak abból a közegéből emelkedtek ki, amely a széles néptömegek közege volt, és ők tehetségükkel váltak, tanítóvá és kiválasztottak, nem jelentkeztek és felvételiztek. Többnyire ez a motiváció és indítatás a legjobb képességű és a pedagógiai pályára leginkább alkalmas személyeket tudta a társadalom számára ajándékként átadni. Hiszen a tanító akkor fogalom volt, a tanítónak tekintélye volt. A tanító az meghatározó személyisége volt a településnek, a lelkészek, papok, illetve a jogtudósok, meg a esetleges egyéb orvosi értelmiségi személyeknek, akik nélkülözhetetlenek voltak egy településen. Békésen tizedekben folyt az oktatás, ugye a város sok részre volt tagolva, de a központi iskola ebben az épületben működött, amely Szegedi Kis István idejében alapítatott, nyilván nem ebben a falak, nem ezekkel a falakkal, de aztán a város úgymond hűen az eszméhez, a protestantizmushoz megépítette ezt a gyönyörű épületet, amely nagyon sokáig szolgálta a háború után is a közoktatást. Miután Tokai Gábor 1910-11-ben tanítói oklevelet szerzett, megkezdte a pályáját. Nem volt alkalmam a családdal korábban találkozni, munkatársaim részletesen megpróbáltak tájékozódni az ő életével kapcsolatban. Az írásos dokumentumok ilyenkor nagy segítséget jelentenének, de a hozzáférhetőségük korlátozott volt. Egy pillanatra megállok, és tisztelettel fordulok a család tagjai felé, akiket azért szeretnék személyesen üdvözölni, mert hiszen példaértékű volt az a, hogy úgy mondjam, áldozatkész fáradozás, hogy maradjon emlék, megjelzett, megjelölt emlékhelye a nagyapának, Tokai Gábornak, aki Varga Margit házasságából nekünk ajándékozta Tokai Gabriellát, Bod Lajosné házasságában nekünk ajándékozta Bod Pétert és Bod Gabriellát, másik lánya Tokai Margit volt, és aztán dr. Bod Péter házasságot kötött Mezősi Judittal, és aztán itt van közöttünk ifjú Bod Péter, és a család további ágai, ugye Molnár Bernadett a feleség, aztán Mándi László, aki házasságában Tóth Marcella és Tóth Teodóra gyermekeket hozta itt el, hogy ők vigyék majd tovább az emlékeket, és a pici Csilla, aki hát valószínű, hogy majd az írásos emlékekből fog tájékozódni. Megkérdem Judit asszonyt, mondjon egy-két mondatot, mit érez most? Bocsánat, kérek. Ugyanis régen szerettük volna, ha marad egy emlék, és férjem, aki tavaly hunyt el, szerette volna, ha megéri azt, de sajnos nem sikerült. Így aztán rettentő sok segítséget kaptam a Városvédő és Szépítő Egyesülettől, Selfesz Dávidtól, de különösen Fábián Judittól, amit most szeretnék megköszönni. Nagyon boldog vagyok. A másik dolog pedig, ez emellett még szeretném a polgármester hivatalnak is megköszönni, hiszen az ő engedélyük kellett, és nem utolsó sorban az iskolának, aki helyt adott ennek a táblának. Bocsássam. Tisztelt megjelentek, igen, tisztelt családtagok. Emléktáblával kívánunk adózni Tokai Gábor református tanítónak, egykori igazgatónak, aki e falak között
szolgált közel 2 évtizeden át. Megkésedelnem késett esemény részesei vagyunk. A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület megalakulása óta 30 éve át feladatának tekintette a múlt értékeinek megtartását és ápolását. A Békésen született, itt élt és munkálkodott jeles személyek emlékét különösen fontosnak tartva, életrajzi kis lexikonban őrizzük, amely majd most bővülni fog a mai nap eseményeit dokumentáló írással. Emléktáblákat, domborműveket, kopjafákat állítottunk, hogy megjelöljük az életekhez kötődő helyeket. Itt ma a 19. emléktábla avatására kerül sor, amelyet a városvédők értek el, mint eredményt, ha úgy tetszik. Története a következő. Pár esztendővel ezelőtt halottak napján az unoka dr. Bot Péter úr és családja, Tokai Gábor nagyszülő síremléke előtt állva és elhelyezve a tisztelet virágait, meglepetve tapasztalta, hogy egy idős úr hozzájuk fordul, mint egykori tanítvány. És megkérdezi, hogy igazgató úrnak miért nincs Békésen emlékállító? Ez a pillanat érzelmi hatásában rendkívüli volt. Az unoka elhatározta, keresi a módját annak, hogy valami történjen. Összegyűjtötte a relikviákat, amelyekből itt láthatunk néhány hitelesítő dokumentumot. Megtette a legfontosabb lépéseket, de a sors elvette tőle a megvalósulás örömét. Így most egy testamentumot felesége teljesíti a Varga család segítő közelműködésével. Felvette a kapcsolatot egyesületünkkel, és az események végére értünk most ezzel a záróaktussal. Egy olyan értékrendet képviselő, igazi néptanító emlékét idézzük fel, aki a 20. század első évtizedében lett okleveles tanító, és 4 évtized után került nyugállományba. A család asztalos és műbútor asztalos szakmára szánta. Így lett ipartanonc. Az iskolában korán feltűnt kivételes rajzkészsége, kitűnő tanulmány előmenetele, melyet a tehetségeket mindig segítő református egyházi vezetőség azzal értékelt, hogy a debreceni tanítóképzőbe segítette József bátyja segítségével és támogatásával. 1910-11-es tanévben Tokai Gábor tanítójelölt sikeres záróvizsgát tett a debreceni református kollégium tanítóképzőjében. Magam is jártam oda. A Párciumban, Szatmár megyében, Szilágypér községben lett tanító. Személyisége, intellektuális kvalitásai, tekintélyt kiváltó megjelenése egész pályáját meghatározta, nemes feladatok ellátására predesztinálta. A történelem az ő személyes életébe is belegázolt. A háború, az első, a nagy háború óriási próbatétellel sújtotta a fiatal élete legszebb éveit. 1914-ben, mint póttartalékos tisztiki képzést kapott Lugoson, szakaszparancsnok a gorlicei áttörés utáni harcokban. A hadihelyzet változása következtében 1915 májusában az olasz frontra vezénylik. Egy esztendeig véres csatákban harcol, de a sors életét megóvja. Hadifogságba kerül. A békési születésű, Alföldön felnövekvő fiatalember először lát életében tengert, Caporettót, Velencét, Brescát, Páduát, vagy láthatta a Gardató vízszükrét és Milánó városát. Tokai Gábor a fogságban eltöltött éveiről rendszeresen beszámol, írja verses naplóját. Aki kezébe veszi e kézzel írott, gyöngybetűkkel formált versnaplót, versnaplókat, sokat, az azonnal hatás alá kerül. Az ő keze éveken át olyan elképesztően azonos írásformát volt képes a papíron hagyni, hogy az már a műremek világa. Izgalmasak a gondolatai is, ahogy szemléli a világot, ahogyan véleményt mond a háborúról, az osztrákokról, az olaszokról,
vagy Kun Béláról és Károlyi Mihály politikusi tetteiről, akár a mai sajtóban megjelent írás is lehetne. Hadd idézzek néhány sort egészen találomra. Hízelgő voltaért már rég megvetettük. Bekísértek aztán a várirodába, idejött az őrnagy szörnyű haragjába. Elszedetett tőlünk minden veszélyeset, borzasztó dühében majdnem hanyatt esett, ledobálta a földre tintát, tollat, botot, az asztalra vágta többször a kalapot. Kérdeztetett tőlünk sok mindent olaszul. Mi így nem beszélünk, hanem csak magyarul. Feleltük, azonnal hideg arcot vágtunk, továbbra is büszkén egyenesen álltunk. Ezért a vén bolond még jobban dühöngött, preó, 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 ilyesfélét nyögött. Majd megdisznóznánk mi, de most itt nem lehet. A majom, mint tolmács, semmire sem mehet, mivel nem féltettünk bosszúból, mivel nem feleltünk bosszúból, mit tettek. A másik börtönnél rosszabb helyre vetnek, 4 óra lehetett, hogy oda helyeztek. Piszkos szemétdombra hármunkat kergettek, aludni nem tudtunk, folyton csak dühöngtünk, poros állott légtől erősen köhögtünk. Hajnali óráktól reggel 8:30-ig, mert felénk sem néztek mindezen ideig, úgy voltunk bezárva, miként a gyilkosok, így bánnak tisztekkel a kultúr olaszok. Ez a helyünk nagyobb, mint a Demontei, de a művek olasz, de a művelt olasz sohasem szellőzteti. Faburkolat van ott kívül az ablakon, vasrács, acélsodrony belül a falakon, levegő napvilág ezen helyen nincsen, de van sok bagólé és tető a pricsen, el is fér a helyen 8 emberre való, hogy is ott még többet fogoly Taliano. Pénteki napon reggel 11-én fent járhatott a nap Utália egén, amikor Cserutti és a majom jöttek, s hozzánk néhány kérdést sunyi mód intéztek. Most nem feleltünk, hanem vizet kértünk, szappanért, lavorért szépen esedeztünk, hanem ők azt mondták, hogy csak akkor kapon, ha jól viselkedünk, s kérdésükre vallunk. Mondtuk, ezen áron nem kell nekünk semmi. Köszönöm a türelmüket. Fogsága 1919. októberében ér véget. Baranyában egy kis faluban, melynek neve Matty, mint kantortanító helyezkedik el, de szíve visszahúzza Békésre. Karácsonykor presbiterré választják, mutatják az itteni egyház iratok. Baranyából 24-ben közelebb kerül fel családjához, öcsödön lesz tanító, ugyanis 22-ben megnősül. Feleségül veszi Varga Margitot, Varga József és Király Rozália leányát, az édesapa református iskolaigazgató gyomán. A család letelepedik Békésen, lakásuk a Petőfi utca 5 szám alatti szolgálati lakás. Itt élnek 1945-ig, nyugdíjba vonulásáig. Onnan a Rózsa utcába költöznek. Még Baranyában megszületik első gyermekük Gabriella, de a kisebbik leányka Margit már öcsödön érkezik a családba 1926-ban. Az ereje teljében működő tanító magára vonja már öcsödön elöljárói figyelmét. A Békés megyei közlönyben az 1926. március 21-i lapszámban arról látunk beszámolót, hogy öcsödön a március 15-i ünnepen Tokai Gábor tanító helyezte el a koszorút a szobornál. Nem csupán tanítóit, hanem az iskolán kívüli népműveléssel is foglalkozik. Kórust is vezényel ünnepi alkalmakon. 1927. november 30-án a Református Tanítók Egyesülete őszi gyűlésén előadást tart a nevelés-oktatás ügy kapcsán. Öcsödről 28. augusztusában került Békésre, ekkor 20-án tanítóválasztást tartottak Békésen titkos szavazással, ahol 40 holdas tanítói állásra előléptetés folyamán megválasztották Tokai Gábor református tanítót nagy többséggel. Működését szeptember elsején megkezdte, amely 1933. június végéig tartott.
Ekkor kinevezték igazgatónak. Igen, rászolgált erre a tisztségre, mert korszerű és megújító pedagógiai módszerekkel hívta fel magára a figyelmet. Rangos pedagógiai szervezeteknek, egyesületek lett tagja vagy tisztségviselője. Bizonyíték erre is az a közszereplése, amikor a megyei pedagógiai szemináriumon Békés Csabán előadást tart az elemi iskolák gyakorlati irányú működésének kiszélesítése címmel. Ajánlásait ismerteti a számolás és mérés, a természetrajz, a gazdaságtan és háztartástan oktatásának hatékonyabbá tételére. 1939. június 7-én a Békés Vármegyei Királyi Tanfelügyelőtől bizalmas levél érkezett Tokai Gábor igazgató részére, amelyben körzeti iskolafelügyelői megbízást kapott. Indoklás. Az iskolafelügyelői körzetek újabb megállapításával kapcsolatban honorálni kívánom igazgató úrnak kiváló és minden alkalommal örömmel tapasztalt lelkiismeretes pedagógiai munkásságát. Kinevezését követően ellátta Békés Sámson, Tóth Komlós és Gerendás községe tanerőinek ellenőrzését tanítói és igazgatói teendői mellett. 1945-ig volt igazgató, 1949-ben ment nyugdíjba. Végezetül idézzük meg most az ő személyiségét, milyen ember is volt ő, messze a nem teljesség igényével. Egy személyes hangú levél íródott a nagy tiszteletű Esperes úrhoz, amelyben hálásan köszöni annak sors döntő segítségét az Öcsödre kerülésben. Köszönöm az ajánló sorokat, amelyel kinevezik majd tanfelügyelőnek. Írja, nagyfába vágtam a fejszét a 20 tanerős népiskolai igazgatóság és a 4. osztály vezetése tetejébe még elfogadtam a Békésről nehezen megközelíthető iskolák látogatását. Nem büszkeségből vállalkoztam e terhes feladatra, hanem főképpen azért, mert tudtommal az egyházmegyénkben ez az első eset, hogy református tanító nyer kinevezést, de anyagiakban való előrehaladás is így biztosabb lesz, ami szintén nem utolsó annak, kinek két lánya van, és a köznek él, ami miatt nincs ideje vagyongyűjtésre. Írja még, hogy sok idejét veszi el a Levente zenekar vezetése, a sok írnivaló az iskola életben. Egy évig díjazás nélkül vezette a beteg gyöngyös jelek iskoláját, ugye ismerős a név. 168 tanulót vizsgáztatott le 1-től a 14. osztályig. Nagy szükség lenne egy állandó helyettesre, írja, de a presbitérium nehezen vállalkozik anyagi áldozatra. Én ugyanezt a helyettest csak végszükség esetén venném igénybe, mert nekem a gyermekekkel való foglalkozás életszükséglet. A sok ide-oda rohangálás miatt tanítási és nevelői munkámat nem végezhettem úgy, amint tudtam és szerettem volna. A kartársakkal való helyettesítés tudom a múltból édes keveset ér, hiszen mindenkinek elég a maga dolga. Őrzi személyisége karakterét egy békési téka kiadvány is, melynek címe Csimpolyás Giligór hőstettei. Diáktörténete a komult századból, idézem a könyvből. Harmadikban Molnár Béla, negyedikben Tokai Gábor tanítóurak tanítottak. Nos, Tokai tanítóur az ikekökök egybe, illetve különírási szabályát magyarázta. Ha az igekötő az ige előtt áll, akkor ugye egybeírandó az igével. Ha meg mögötte, akkor külön. Egy kék kötényt viselt az osztályban, hogy védje ruháját a krétaportól. Gyors léptekkel elővonult, s azt mondta, figyeljük, mit csinál a kötény. Láttuk, hogy átapad. Majd megfordította, hogy a kötény hátul legyen, és úgy sietett benne. Ekkor meg elvált tőle, és mögötte lobogott. Hát az igekötő is így viselkedik, attól függően, hogy elől vagy hátul áll. Milyen egyszerű és nagyszerű szemléltető módszer volt. Tanítványai tisztelték és szerették, pedig szigorú volt, nagyon emberséges. Amikor 1945-ben új igazgatót neveztek ki, nem nehéz megfejteni, miért nem tartották meg, hiszen tudták vallásos és reakciós gondolkodása nyilvánvaló volt. Zárójelbe ideírtam, hogy gyakran emlegette a kommunista és a zsidó szót. Nyugdíjba 1949-ben ment.
Nincs erről az időszakról írásos forrásunk. A család viszont őrzi azt az emléket, hogy a tanítványok rendszeresen látogatták, ápolták a kapcsolatot vele. Születésnapját pedig titokban megszervezve, a meglepetés erejével ünnepelték meg. Itt egy pillanatra megállok, mert később ugrott be, hogy meg kell, hogy említsem. Békés a Zenei Napok forgatagában él, és katartikus esti élményeink vannak a komoly zene jó voltából. A művészeti vezető igazgató úr igazán fantasztikus produkciós sorozatot teremtett munkatársaival, és ez a Gulyás György, aki 46-ban iskolát létesített Békéstartson, e falak között tanított, és a Tokai Gábor munkatársa volt. Nem tudok róla most pontos, hogy úgy mondjam, igazolást adni, de tudjuk egymástól is, hogy itt történt, hiszen amíg itt tanított, meghirdette az Éneklő Ifjúság országos mozgalmat, és Magyarországon először indult, innen indult el ez a mozgalom és a megnevezése, és mindenki tudja Békésről, aki odafigyel, hogy annak idején itt a 30-as évek valamelyikén 1000 tagú kórus adott hangversenyt, 1000 tagú. Nyugdíjba 1940-ben ment. Ismerjük az 1940-es évek végének politikai légkörét, az osztályharc kiteljesedését, az üldöztetések fokozódását, a rajtpert, gondolhatjuk, milyen lelki traumában élte meg a idővelben nyugalom éveit. Igaz emberként élt. Tanított és nevelt, ezt mindig kihangsúlyozta. Önzetlenül a közt szolgálta. Példát mutatta az emberi formálás napi küzdelmeiben. Jó lélekkel gondolhatunk reá. Tisztelegyünk emlék előtt. Emelj, hajtsunk főt. Köszönöm. Szeretett vendégségre invitálom Önöket az emeleti terembe.